Hétvégén elkezdődnek a 2021-2022-es szezon küzdelmei, mind az NB1-ben, mind az NB2-ben. Mi pedig ezúttal is arra vállalkozunk, hogy beharangozzuk nektek az előttünk álló szezont, megtippeljük, hogy melyik csapattól mit várunk. Hát jó sok idő telt már el azóta, hogy utoljára találkozhattunk élőben, vagy akár egy rögzített felvételen. Hiányoztatok, komolyan mondom, ugyanúgy, ahogy hiányzik nagyon már a magyar foci. Sziasztok, kedves semleges térfélen nézők! Elhoztalak titeket az Alsi kilátóba, hogy lássátok kicsit a városomat, hiszen Miskolci városom, Diósíhez úszanom. Sziasztok mindenkinek! Mielőtt rátérnék arra, hogy mit várok a következő szezontól, először is hadd köszönjem meg nektek az előző évi folyamatos figyelmet. Nagyon megtisztelő az, hogy folyamatosan várjátok a videót, a tartalmainkat, és továbbra is mi csak szurkolók vagyunk, gondolatokat, véleményeket mondunk el, és gyakorlatilag ilyenkor is a megérzéseinkre támaszkodunk, ami aztán vagy bejön, vagy nem. Itt vagyunk egy újabb lábilabda idény kezdetén, és ezúttal minden másképp lesz, ezúttal óriási lesz a színvonal, ezúttal bizonyítani fogják a srácok, hogy nem véletlen a rájuk költött pénz. Lássuk, kezdjük először idén is az NB2-vel, majd pedig az NB1-jel. Össze a saját csapatomról szeretnék beszélni. Egyrészt meg nagyok a várakozásaim, másrészt meg egy viszonylag friss élményanyaggal vagyok felvértezve. Eto. Hát ott... Nagyon furcsa dolgok történnek, de talán megindulhat most egy picit feljebb a csapat, de ez sem lesz többre elég, mint a 3-tól 8. hely. Az Eto számomra óriási kérdőjel ezzel a sok új igazolással és az új szakmai stábbal. Érdekes tapasztalás volt, hogy vitába keveredtem, tehát elég sokat tudtam beszélgetni akár Klausszal, akár Hanikkal, és úgy tűnik, hogy nem azt a meccset néztük, nem azzal a szemmel néztük. Nekem, én nem ájultam el az ottani teljesítménytől. Az Etót az első hatba várom, és szerintem az Etónak lehetősége lesz feljutni. Én kicsit szkeptikus vagyok, tehát pláne olyan tekintetben, hogy új edzői stáb állt fent, vagy állt fel, ugyebár Klaus László, illetve Hanik Péter személyében. Rátérve a lényegre, azt kell, hogy mondjam, hogy összességében nyilván kötelező kincstári optimizmussal tekintek a következő idény felé. Nyilván olyan elvárásaim, tehát reális elvárásaim nem lehetnek, hogy most akkor húha megcélozzuk a feljutást. Domi csapatát, az Etót a top 5-be várom, olyan nagyjából negyedik helyre. Nekem kicsit kapkodásnak tűnik ez, amit csinálnak, mint hogyha egyszerre akarnának több lépcsőfokot átugrani. Nekem gyerekkori egyik kedvenc csapatom a Győr, nagyon szeretek Győrbe járni, meccsekre, és egész régen nem volt erre lehetőség, úgyhogy a Győr is szerintem ott lesz az első 8 között. És hát kíváncsian várom, hogy mennyire sikerül a Hanik által többször lekommunikált verebesi futballt visszahozni. Úgyhogy én nem határoztak meg igazán pontos elvárást a helyezéssel kapcsolatosan. Én azt mondom, hogy én magamnak kitűztem azt, hogy legyünk az első 5-be. Az első 2 az több lenne, mint ajándék. Viszont a 3-5 hely az szerintem olyan elvárás, ami az én szívemet úgy megnyugtatná. Viszont egész jó meccsekre számítok az Etótól. Nem mindig, de azért lesz az idényben szerintem 3-4 olyan meccs, amire szívesen visszaemlékeznek, már hogyha NB2-es meccsre szívesen vissza lehet emlékezni. Szerintem a feljutásra nem lesz esélyük, de hát a tavalyi szereplésnél csak jobb lehet, az nem kérdés, hogy előrébb fognak végezni, mondjuk a top 8 vagy top 7-be várom őket. De szerintem nem biztos, hogy olyan hamar és olyan jól össze fog állni az a csapat, ahogyan azt Hanikék szeretnék. Ők, ha egy teljesen más futballt akarnak egy olyan generációnak megmutatni, akik számára ez ismeretlen, az mindenképpen egy érdekes kihívás lesz. Úgyhogy az Etót, mondom, részben tényadatok, részben inkább a szív diktálta alkok miatt a 3.-5. helyre várom. És lehetősége lesz harcolni szerintem a feljutásért. Jól kezdtek el igazolgatni, jó játékosok is érkezgettek. Én azt gondolom, az Eto idén az első 6-ban lesz. Nem biztos, hogy fel fog jutni, de ott fog serteperténi az első 6-ban, ebben biztos vagyok.
Szerintem az Eto elég jól erősített, ugye Budafokról érkezett hozzájuk például Kulcsár, úgyhogy én úgy gondolom, hogy most mindenképpen neki futhatnak a top 5-nek, de a feljutó helyet nem fogják elérni. Az én hőszeretett csapatomat, a Nyíregyházát várom ilyen szempontból a 5. helyre, nem azért, mert olyan rohadt jók vagyunk, vagy olyan rohadt jól igazoltunk, csak egyszerűen van bennem némi elfogultság, és azt gondolom, hogy elnézve a többi csapatnak az erősítését, igazolásait, azért mi se voltunk annyira rosszak. A Spari, hát nekik a keretük szerintem érdemben nem erősödött, mondjuk annyira nem is gyengült, de olyan meh. Én úgy gondolom, hogy a Nyíregyháza volt az első 10 környékén fog végezni, ez a 8-12. Hely valahol. Én szerintem a Spari idén ide fog majd befutni. És akkor a Nyíregyháza nagyjából ugyanez, bár ők inkább a középmezőny, nem pedig az élmezőny, azaz 6-tól a 12. hely környékére, főleg a 9.-10. helyre várom őket. De ettől függetlenül azért azt gondolom, hogy mind a Novák család, mind a Vas Patrik MB2-es szinten abszolút nagy név. Ádám csapatát, a Nyíregyházát én a top 10-be várom, egy olyan 7.-8. hely környékére. Idén ugye a hazai pálya előnye sem lesz, meg nagy kérdés szerintem, hogy az új edzővel mire lesznek képesek. A Nyíregyháza, aki elleni a meccset már nagyon várom, de gondolom, hogy Nyíregyházán is így van, ez mindig szerintem egy ilyen futballünnep, bármilyen Miskolcinak nagyon jó lesz már ellenük pályára lépni, sajnos nem az NB1-ben, de hát most ez van. Ezt nagyon várom. Igazából az a baj, formációra vagy felállásra nem igazán tudok tippelni se, ugyebár úgy állt fel maga a szakmai stáb, hogy a korábbi mély, defenzív, nagyon stabil védekezésre alapozó kontrajátékot szeretnénk egy offenzívebb támadóra cserélni. Nem gondolnám, hogy ott túlságosan nagy előrelépések történnének. A Győr is meg fogja őket előzni, a Diósgyőr is és a Budafok is talán. Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy a beígért támadó futball mennyire válik be. Szerintem ugyanaz marad, mint eddig. Szerintem a stabil középmezőnyben lesz a helyük, a feljutásban nem fognak tudni beleszólni, de őket is így a top 7, top 8-ba várom. Én nem várok tőlük feljutást ebben a szezonban. Nem olyan láttam, hogy kiket igazoltak, mennyire erősödtek. Én azt gondolom, hogy a Nyíregyháza idén még fixen marad a nagyszerű MB2-be. 3,5 évig nincs stadionunk, legalábbis Nyíregyházán semmiféleképpen se, úgyhogy igazából a jövő csapatát építhetnénk, de úgy látszik, hogy ilyen tekintetben még ez nem tudom, hogy várat-e magára. Saját csapatomat, a Budafokot a top 10-be várom. A Budafok szerintem a kiesésük ellenére nem gyengült meg jelentősen. A Budafok, szintén első hatba várom Budafokot is, én szerintem nagyon szimpatikus csapat voltak az NB1-be. Én azt gondolom, hogy a Budafok ilyen tekintetben akár meg is szorongathatja, ha Vasas nem is, tehát igazából nem is kimondott cél, úgy tudom, Budafokon ilyen tekintetben a feljutás, tehát nem kimondott cél. Szerintem ez az erősítések fényében a minimális elvárás lehet. Budafok... Az nagyon jó kérdés, hogy mit tud majd csinálni, de szerintem visszajutni nem fog tudni. A 3.-tól a 8. hely környékére várom a Budafokot. Szerintem valamennyien örülnénk, hogyha visszajutnának. Én szerintem egy nagyon jó kis brigád, szimpatikus kis brigád volt a Budafok, és egyértelműen jó kis csapat begyomását keltették. Úgy gondolom, hogy a védelmet olyan szinten sikerült megerősíteni, hogy konkrétan jobb lesz, mint az élvonalban volt. Hát ott azt mondom, hogy nyilván fölfele, akit elképzelhet, az a Budafok lesz, akiknek szerintem nem lesz reális esélyük most, hogy komolyan beleszóljanak a visszajutás kérdésébe. Szerintem MB2-es szinten korrekt játékos keretük van, erős és egységes csapat képét nyújtják számomra. Azonban elnézve a nyári igazolásaikat, azt gondolom, hogy reálisan beleszólhatnak, akár mint a tavalyi évben a Gyirmót. Támadósort azt nem annyira sikerül megerősíteni, de azért mégiscsak van egy olyan igazolásunk, aki nem is teljesen igazolás. Gondolok itt most Mervóra, aki ugye visszajött a Szentlőrinci kölcsönből. A Budafok is valahol itt fog megérkezni majd az első hatba, úgyhogy én a Budafokot is ide várom az első
6-ba az NB2-be. Attól függ majd nagyon, hogy mennyire hajtják túl magukat azután, hogy megvan a biztos középmezőny, és még mennek-e azért, hogy számít-e nekik az, hogy negyedikek vagy nyolcadikak. Úgy érzem, hogy a nyugodt körülmények miatt és amiatt, hogy nincs kimondott célként kitűzve a feljutás, még akár surranó pályán ez sikerülhet is nekik, de mindenképp a top 5-ben várom őket. Ha nem is legjobban, mindenképpen egy tudatosan és igazából elég szerényen igazoló Budafok. Én azt gondolom, hogy igenis meglepetést fog tudni okozni. Harmadik helyre várom őket, abszolút. Illetve talán egy védekező középpályás még elférne, viszont örülök, hogy maradtunk továbbra is a fiatal vonalon, illetve szerintem Boyer is tökéletesen fogja tudni továbbvinni azt a munkát, ami itt elkezdődött. Az NB2-ben pedig egyértelműen a Diózsiat vár a bajnoknak, hiszen ezt kell mondanom, ezt érzem, ezt szeretném. A szívem ezt diktálja. DVTK hasonló utat járhat be idén, mint tavaly a DVSC, kiesés utáni azonnali visszajutás. Az NB2-ben feljutó helyre várom a Diósgyőrt. Úgy gondolom, hogy ők elég jól erősítettek. Szerintem még a bajnoki cím is meg lesz nekik. Szerintem egyértelműen a Miskolc angyalföld tengelyen lesz majd a győztes meg. Diósgyőr szintén ez a szitu, ott egy kicsit ugye más tehát az anyagiak úgy néznek ki, így 310 kilométerről nézve, hogy azért itt a politikai bekötött tulajdonos kapcsán különösebb anyagi problémái nem lesznek a klubnak. A második helyre igazából, ha nagyon őszinte akarnék lenni, és ha csak a szintiszta eredményeket, számokat, értékeket vennénk alapul, akkor a Diósgyőr csapatát várnám. De nyilván az eszemmel még nem tudom ezt mondani, hiszen nem láttam a csapatot játszani. Nem tudom, hogy milyen lesz ez a csapat, lesz-e taktika, mi lesz a taktika, de hát most még bízunk benne. Olá mindenképp nagy erősítés, ahogy Eperjesi is, szerintem Hornyák is be fog válni. Ugye mindannyian Diósgyőr nevelések, ráadásul ismerik is egymást. Erre szerintem egyébként minden esélyük megvan. A körülményekhez képest szerintem jól igazoltak, nem hiszem, hogy gondjaik lennének az NB2-ben. Én azt gondolom, hogy egyértelmű Devalu a Miskolc, még ahogy igazoltak is, még ha nem is annyira, de szerintem a Diósgyőr egyértelműen vissza kell, hogy jusson az NB1-be, számomra ez nem kérdés, tehát a Diósgyőrnek vissza kell jutnia. A Diósgyőr szerintem most nagyon gyorsan vissza fog jutni, aztán pedig talán sokkal magasabbra szárnyalhat pár év múlva, mint amiről valaha is álmodtak a diósgyőri szurkolók. Azt én mindenképpen jó szemmel, jó érzéssel veszem, hogy ott nem úgy kezdtek neki ennek az dolognak, ennek a projektnek, hogy akkor fölvásárolok mindenkit, és akkor majd Transfermarkt alapján mi leszünk sokkal jobbak, mint a többiek. Ami nekem igazából ilyen szempontból érdekes, hogy hát a Gyere Haza fiatal mellett Gyere Haza régi játékosunkat is alkalmazták, ugyanis hát egy korábbi diósgyőri, illetve kazincbarcikai játékos Kondás Eremért ültették le a kispadra. Kabus poszton ugye erősítettek, tőlünk leigazolták Pósert, ez mindenképpen jó választás lesz, illetve szerintem a kispadra Kondás sem lesz rossz, bár nem a világ legjobb edzője, de valahogy nála mindig jön az eredmény. Szeretjük Sidney Kondás elemért, de szerintem fel fogja tudni juttatni a DVTK-t. Nagy blama lenne, hogyha ez nem sikerülne. Az első helyre várom őket az NB2-ben. Aztán majd 5-6 meccs után azt is fogjuk látni, hogy tényleg valós ez az optimizmus, vagy le kell tennünk arról, hogy évekig úgy fogunk fekrengeni a NB2 posványában. Szerintem vissza is fognak jutni, mert azért az NB2-t elnézve azért a Diósgyőr azért sokkal jobb csapat. Ezt pedig abból gondolom, hogy hát bizony megérkezett az a főszponzor, aminek a pénzével azért lehet mit majd a levesbe aprítani, és meg lehet oldani majd azt, hogy ne legyenek kiesési gondjaik majd később az NB1-ből. Itt is, tehát a támadójáték az nem hiszem, hogy sziporkázni fog lévén, hogy hát... Két olyan játékost is igazoltak a támadó szekcióba, akiket én különösebb fenntartással kezelek, Hornyák, illetve Horváth Zoltán, vagy H. Zoltán személyében. Hát, ha velük kívánja megoldani a Diósgyőr a támadó problémáit, akkor elég nagy baj van Miskolcon. Egy másfajta építkezést, és én azt hiszem, hogy talán ez egy picit
hosszú távon azért nyerőbb stratégia lehet. Hosszú távon szerintem ez nem lesz kifizetődő, viszont a minden áron való visszajutás meg lesz. Illetve hát ugye az anyagi források is végtelenné váltak szinte a Hell érkezésével. És hát, hogy ki lesz a két feljutó az NB2-ből, hát a már említett DVTK mellett a többség biztos, hogy rávágná a Vasast, csak úgy, mint tavaly, vagy tavaly előtt, vagy azelőtt. Ugye tavaly úgy mentünk neki a szezonnak, hogy Loki, Vasas, Tuti. Most egy kicsit megint hasonló a helyzet, mert most meg úgy megyünk neki a bajnokságnak, hogy Diósgyőr, Vasas, Tuti. Kiket várok feljutónak az NB2-ből? Egyértelmű, hogy a Diósgyőrt és a Vasast. Ugye a múlt azt mutatta, hogy ez a tuti, ez sose a tuti, úgyhogy itt is lehetnek meglepetések. Ottnak nyilván a Vasas is ott lesz majd a feljutók között, szerintem most már tényleg sikerül, de már tényleg mindent megmozgattak azért, hogy ez sikerüljön nekik, minden pénzt elköltöttek, úgyhogy azt hiszem, hogy most ezzel nem lesz problémájuk. Én azt gondolnám, hogy a Diósgyőr és a Vasas küzdelmében nem nagyon fog beleszólni igazából senki. Aki bele tudhat szólni, véleményem szerint az pedig a Pécs. Én nagyon meglepődnék, viszont nem lennék boldogtalan, hogyha valamelyik a kettő közül nem húzná be, akkor mondjuk mi lennénk az, aki becsusszan. Sok-sok évnyi fáradtságos munka után azt gondolom, hogy a Vasas mindenképpen meg fogja nyerni a bajnokságot. Feljutó helyekre várom ugye a Diósgyőrt, illetve úgy gondolom, hogy mindig van egy meglepetés csapat az NB2-ben, emiatt én úgy érzem, hogy a Vasas nem fog feljutni. Szerintem Kútor nagyon nagyot fogott bukni, ugyanis az NB1-ben eddig csak olyan futballt kellett játszatnia, hogy az ellenfél támadt, ő nekik pedig egy ilyen passzívabb játékot kellett játszani, most viszont neki kéne aktívat, szerintem ebbe bele fog bukni. Hát én továbbra sem érzek koncepciót az igazolásai kapcsán. Kuttor Attila most bizonyíthat, de szerintem bele fog törni a bicskája ebbe a Vasas projektbe, és szerintem idén sem fog feljutni a Vasas, újabb nagy blama. Én a DVTK mellett most így a Budafokat mondanám feljutónak. És szerintem a Vasas lesz egyébként a bajnok. Tehát a Vasas jól igazol megint, most már nagyon sok pénzt beletettek, hogy visszajussanak, tehát én azt gondolom, hogy ennek most ki kell fizetődnie, úgyhogy szerintem egyértelműen a Vasas lesz az első, és a második helyen pedig a Diósgyőr csapatát várom az NB2-ben. De hát itt nagyon függ az NB2-ben attól a történet, hogy vajon képesnek tartja magát a klub, akar-e NB1-et. Az biztos, hogyha a Vasas ezt a szezon nem fogja úgy zárni, hogy feljut az NB1-be, akkor palota forradalom lesz, és vagy feloszlatják a csapatot, vagy bővítik az NB1 létszámát, vagy valami történni fog, mert ez most már nem mehet így. A Vasasnak pedig már nagyon régóta érik, hogy végre visszajusson, hát azzal az emberanyaggal, azzal a pénzmennyiséggel, azokkal a lehetőségekkel, amikkel ők rendelkeznek. Szerintem az a nagyobb csoda, hogy ez nem sikerült nekik eddig. Talán itt az idő, hogy jövőre történjen meg mindez, meglátjuk, hogy sikerül majd nekik ez az év. Nagyon-nagyon csodálkoznék, hogyha ez nem sikerülne nekik jövőre. Úgyhogy feljutó helyre várom emiatt meglepetés csapatként a Szegedet. NB1 kieső zóna, a Gyirmótot mindenképp ide veszem. Minden évben van egy csapat, amely kilóg a mezőnyből, szerintem most ők lesznek azok. Én utolsó erre egyébként a Gyirmótot várom, szóval abszolút a Gyirmót cson nélkül ki fog esni az NB1-ből. A Gyirmót az, ahogy jött, úgy távozik is az első osztályból, ezt nem kár örömmel, és csak ilyen szemét módon mondom. Hát szerintem nem árulok el nagy meglepetést, hogy én például a Gyirmót csapatát várom a kieső helyre, már csak olyan tekintetben is, az, hogy most Csertői Aurél a tőle jó megszokott, mélyen védekező, erősen kontrákra helyező játékot hogyan fogja tudni NB1-be átvezetni, azt valamennyire el tudom képzelni. A végére tettem én a Gyirmótot, én ott abszolút nem látom azt a nagy lelkesedést így az átigazolások terén. A Gyirmóttól azt várom, hogy továbbra is ezt a nagyon brusztolós, ilyen tökéletesen unalmas, egyáltalán nem látványos antifutballt fogják csinálni Csertőivel. Nem hinném, hogy ők meg tudnak maradni ebbe az NB1-be, még úgy sem, hogy azért relatív próbálnak igazolgatni, próbálnak kölcsönözni játékosokat, de én szerintem ez kevés lesz. A Gyirmót, akiktől
Nem várok pontszámban sokat, de a mérkőzéseken szerintem igenis oda fogják tudni tenni magukat. Az biztos, hogy nagyon nehéz lesz őket megverni, de valószínűleg magukkal fognak majd rántani egy csapatot, mégpedig azt a csapatot, amelyik ellen majd a legtöbb pontot szerzik az egymás elleni meccseken, ugyebár Kaposvár Effektus, lásd DVSC két szezonnal ezelőtt. A kiesőnek teszem a Gyirmótot, akik egy évig itt lesznek, aztán újra kiesnek. Egyszerűen azt látom, hogy a klub lehetőségei, vagy nem tudom micsodák, azok, tehát abszolút nem látszik a nyári átigazolási politikákból, hogy ők ezt komolyan hisznek benne, hogy itt megragadhatnának, mert semmilyen olyan igazolás, tehát ez az Albán Hassani kivételével többi igazolás az olyan, hogy ezekkel itt megragadni még ebben a Magyar Ligában sem, első ligában sem tudnak. Szerintem ez az NB1-ben már, amikor ugye nekik nem is kell támadni, szinte ez kifizetődő lesz, és emiatt elég sok pontot fognak gyűjteni, de végül kiesnek. Olyan nagyon sok, nem akarok megsérteni senkit, aki ide érkezett, de én nem látok olyanokat, akik így az NB1 szintjén nagy megváltást jelentenének. A keretnek a minősége az nem feltétlenül hordoz magában annyit, hogy ez a csapat megragadjon az NB1-ben. Tehát én szerintem a Gyirmót az ki fog esni, még úgyis, hogy Vidis kölcsönjátékos is van, meg aztán végleg is leigazoltak valakit, de én azt gondolom, hogy a Gyirmót az ki fog esni. És nagyon-nagyon nehéz lesz ellenük majd nyerni. Betolják a bunkert, és nagyon sok döntetlent fognak elérni, csak hát itt a bemaradáshoz sok győzelem is kell, az nem lesz olyan túl sok, úgyhogy a Gyirmót szerintem utolsó helyen majd kiesik. És a másik kiesőt megtippelni nagyon nehéz, a Debrecen tenném ide a Kisvárdát és a Paksot, akik ez ellen fognak harcolni. Lefele pedig ez a Kövesd, Zete és Kisvárda 3-as lesz ott a végén. A következő helyre, mint három csapatot is rangsorolnék, aki szerintem abszolút harcba leszek a kiesésért, és az a három csapat én szerintem a Kisvárda, Mezőkövet és a Paks lesz. És hát ugye a kieső, én azt gondolom, hogy Kisvárda, ott egyébként egy óriási nagy játékos átrendeződés van véleményem szerint. Kisvárda, ahol számomra érthetetlen edzőváltás történt a tavalyi szezon után. Sukka Attilával nagyon eredményesek voltak, még hogyha ez gólok számában és játék minőségében annyira nem is mutatkozott meg, de ez a váltás azért könnyen visszaesést eredményezhet. Én azt gondolom, hogy egyébként a Kisvárdáról sok távozó van, nagyon sok játékos elment, viszont nagyon nem érkezett senki. Én azt gondolom, hogy a Kisvárda ki fog esni idén az NB1-ből. Szerintem a Kisvárda nem lesz ismét felsőházi, ahogy az egy nagyon kiszaladt szezon volt nekik. A Kisvárda most nekem egy kicsit fekete ló, ők bennük érzem azt, hogy esetleg történhet velük. Ennek ellenére, hogy ott bár nem volt nagy jövésmenés, de ugyebár távozott Sukka Attila, és a helyére érkezett a korábbi szegedi edző João Janeiro. A leginkább abból a célból kifolyólag, hogy Révész Attila, illetve a kisvárdai vezetés szeretett volna egy attraktívabb, látványosabb, dinamikusabb támadó focit látni a kisvárdai csapat részéről. Abban az értelemben legalábbis, hogy azért szerintem a Viana, a Sasa, a Minka, nem tudom, az Ene távozása, szerintem ők azért meghatározó játékosok, és azért akik helyettük érkeztek, én még ott nem látom azt a nagy minőséget. És biztos, hogy lesz egyébként visszaesés az eredményességben, sokkal kevesebb pontot várok tőlük idén. Az új szakvezető João Janeiro is egy nagy lutri szerintem. A tavalyi szereplés alapján nem lenne idevaló a Kisvárda, de én úgy érzem, hogy azáltal, hogy edzőt váltottak, és van egy-két változó a keretükben, most nem lesz elég az a tipikus 0-0-1-0, hanem sokkal kevesebb pontot fognak szerezni. Talán annál erősebb a játékos keret, meg talán annál jobb edző Janeiro is, hogy kiesés ellen küzdjenek, de szerintem alsóházban fognak végezni. Már nem voltak olyan rosszak, de én szerintem idén a Kisvárda az el fog fáradni és ki fog esni. Janeiroval egy teljesen más úton fognak elindulni, ebből kifolyólag szerintem itt komoly pofonokba fog ebből kifolyólag belefordulni, vagy beleszaladni ez a társaság. Lehet, hogy egyébként képes lesz megint meglepetést okozni. Hát lehet, hogy gondban lesznek itt majd a bennmaradás tekintetében. Janeiro-ra azért kíváncsi leszek, hogy meddig tartja meg az állását Révész mellett. Ezen még sok múlhat a Kisvárdának.
Na, ki lesz a másik kieső, ez egy baromi nehéz kérdés az én meglátásom szerint. Ha nagyon a szívemre akarnék hallgatni, és kicsit gonosz is lennék, akkor azt hiszem, hogy a Debrecen csapata. Az, hogy ki lesz a másik kieső, az egy nagyon érdekes kérdés. És nem vitatkozom azokkal, akik ezt ebbe a Lokit is beveszik. DVSC, hát sajnos magunkat is ebbe a kategóriába kell sorolnom, mivel egyenlőre képtelenség elhelyezni magunkat az erőviszonyokat tekintve. Fogalmam nincs, hogy hol lehetünk egyébként, de tényleg. Azt is egy teljesen valid lehetőségnek látom, hogy kiessünk. És titkon megsúgom, hogy nagyon bízom benne, hogy a Debrecen nem fog kiesni, bár nagyon nehéz lesz a dolguk. Egyelőre szerintem nem sikerült érdemben megerősíteni a tavalyi keretet, a védelmünk továbbra is óriási kérdőjel. Azt is egy teljesen valid lehetőségnek látom, hogy hatodikok legyünk valami csoda folytán ugyan, de benne van, és ez nem feltétlenül a DVSC-ről mond el ilyen jövőbelátó gondolatokat, hanem leginkább az NB1-ről, ahol nagyon-nagyon nagy kuszaságok szoktak lenni és összebiztosságok, főleg itt a középmezőnyben. De ott sem változott úgy a helyzet, mint tehát egy Győrből érdekes egyébként, hogy itt a, amikor a Loki kiesett, és ott a, ugye legalábbis a szavak szintjén nagyon komoly összefogás volt, meg ilyen dolog, meg olyan dolog, meg amolyan dolog, hogy ez, meg ilyen tulajdonosok, meg olyan pénzek mozdulnak meg, én úgy tudom, vagy úgy látom, hogy ez annyira azért nem, nincs így. Az NB1-be kiesőnek várom én a feljutó párost. De azért mondanám ilyen tekintetben a Debrecent, mert egyfelől, hogy megint ez a minimál igazolás, olcsó, ingyen igazolható játékosok külföldről. A nyolcadik helyre várnám én a Lokit, ami talán egy kicsit most úgy tűnik, hogy még egy kicsit, hogy is mondjam, pozitivista is. A hetedik helyre várom a Debrecen csapatát. Én azt gondolom, hogy Debrecen fixemben fog maradni, nem kellene izgulniuk. Azért mégiscsak vannak vezéregyenlőségnek, vannak húzó emberek. Sok múlik majd azon, hogy a nagy öregek, a rutinos játékosok, úgy mint Dzsuzsák, Korhut, Bódi, mennyire tudják majd húzni a csapat szekerét az NB1-ben. A középmezőny alját elcsíphetjük szerintem, de ahhoz nagyon-nagyon extra dolgok kellenek. Nagyon-nagyon sok szerencse kell, nagyon-nagyon jó munka kell ahhoz, hogy a most szerzett olyan játékosokat, akik az eddigi előző klubjaikban, hát enyhén szóval nem alkottak maradandót, azok itt most mégis valami csoda folytán maradandót alkossanak. Ott a szakmai irányítást is egy kicsit azért a hígnak érzem. Ez a átigazási időszak is egy ilyen, hogy mondjam, tehát nem látok olyan igazolásokat, amik olyan szinten megerősítették ezt a csapatot, hogy maradjon. Szerintem a Debrecen szinte majdnem, hogy gyengült is. Gondolok itt Márko Nikolicsra a védelembe, aki ugye nagy kedvencem. Szerintem ez lesz leginkább a vesztük, hogy például azt a védelmet még nem sikerült összerakni, sőt igazából, ha megnézzük magát a védelmet, nagyon, nagyon nehéz tényleg egy olyan védelmet kihozni kezdőként, akikre azt mondom, hogy hát igen, ez egy stabil védekezés. De hát egyben maradt a tavalyi keret, össze vannak szokva a játékosok, vannak nagyon jó játékosaink, igaz, ők már kiöregedő fejben vannak, van egy Bárány Donátunk, úgyhogy ha egészségesek maradnak, akkor abszolút NB1-es ez a keret, de az jó kérdés, hogy a bennmaradáshoz is elegendő-e. De én azért azt nem tudom most pillanatnyilag elképzelni, hogy olyan óriási gondjaik lennének a bennmaradással. Nem is biztos, hogy azért, mert olyan nagyon sokat erősödtek volna. Nem rossz az a debreceni csapat, abszolút nem tartom rossznak. Elkezdtek érkezgetni játékosok is. Szerintem azért itt a Husztininak még van mit tanulnia, mint edző, de azt gondolom, az NB1-be egy középmezőnyre simán elég ez a tudás jelenleg. Bárány Donát lesz a sztárjátékosunk, ebben biztos vagyok, tőle nagyon sokat várok, szerintem egy éven belül a felnőtt válogatott keretében is láthatjuk majd őt. Ja, valaki azt mondja nekem, hogy a 27.-28. fordulóban biztossá válik, hogy bennmaradunk, akkor én azt a papírt aláírom és elfogadom, és nem hőzöngök semmit, ez a csapat nagyjából, én azt gondolom, hogy azzal is már egy picit túl teljesíteni az elvárásaimat. Tizedik mondjuk legyen a Loki. Nagyon sok lesz majd olyan tekintetben Bárány Donát vállán, vagy olyan nagy teher, amit nagyon kíváncsi vagyok, hogy meg fog-e tudni ugrani. Szorítok neki, mert ugye bár olyan tekintetben remélem, mert azért Bárány a magyar labdarúgás egyik nagy reménysége bizonyos tekintetben.
Én úgy gondolom, hogy Huszti lesz az első edző, aki távozni fog, és a Debrecen még a Gyirmót mögött is fog végezni, így utolsó lesz. Nem merek egyelőre jóslatokba bocsátkozni, a biztos bennmaradást már most aláírnám. Valószínűleg izzadó szezonunk lesz, én bizakodó vagyok, és szeretném azt hinni, és bízok is benne, hogy bennmaradunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Debrecen az mindenképpen a hetedik hely környékén fog sertepertélni, 5-6-7-8, de tényleg e körül várom a Debrecent. Így, hogyha egy picit a szívemre és nem az eszemre hallgatok, akkor azt mondom, hogy a DVSC lesz a tizedik, mögötte a Kisvárda. Zalaegerszeg. Már az előző két szezonban is penge élen táncoltak, és mindkétszer egy jól időzített edzőváltás mentette meg őket. Kiesés elleni harcra várom még a Zalaegerszeget. Én úgy gondolom, hogy nem sikerült annyira nekik sem erősíteni. Zete esetében azért ott meg kell mondani, hogy ugye a sportigazgató váltással, tehát nyilvánvalóan az, hogy a Salói úr áttette székhelyét, ugye. A nyolcadik helyre várom az Zalaegerszeg csapatát. Szerintem az Zalaegerszeg nem fog kiesni, és nyilván fog maradni az NB1-be, de én azt gondolom, hogy a nyolcadik helynél előrébb nem nagyon fognak végezni. És nem csak az Zalaegerszeg, itt azt gondolom a maga keret összetétel az, ami a picikét aggodalomra ad okot. Nekem fenntartásaim vannak Waltner Roberttel kapcsolatban is. De akkor legyen a kilencedik a Zete, akik szerintem már leszálló ívben vannak, és örülnek majd ők is, hogyha bennmaradnak az NB1-ben. Szerintem Waltner Robert sem fogja végigvinni a szezont, de ezúttal nem biztos, hogy egy edzőváltás megmenti majd őket. 9. az Zalaegerszeg. Illetve azért kispadon szerintem Waltner nem elég erős, illetve ugye sportigazgatói poszton is távozott Sallói, bár ugye ez már nem biztos, hogy érinti az idei játékos keretet, de mindenképpen nagy érvágás lehet már csak számonkérést is figyelembe véve. Már a keret kialakítás az nagyjából megtörtént, és szerintem azzal nem lesz nagy gond, de van nekem egy olyan erős gyanúm, hogy azért ez a korábbi edzőkkel ez folyamatos együttmunkálkodás volt, tehát az ő személye lehet, hogy hiányozni fog. Persze előfordul, hogy egy-két helyen még előrébb kerülnek, de összességében azt gondolom, hogy a nyolcadik hely a realitás a az zalaegerszegiek számára. Viszont a minőségben azért ott érzek némi problémát, hiszen azért Futács Márkónak se volt a tavalyi év az egyik legjobb szezonja, sőt, akkor még finoman fogalmaztam, viszont például nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Hamburg második csapatától hazaigazolt, vagy hazacsábított Beke Péter, aki az utánpótlás korosztályos német bajnokságokban sorra rugdosta a gólokat, miképp fogja tudni ezt áthelyezni az NB1-ben. És hát emellett azért említsük meg a friss eseményeket, szerintem Sallec elvesztése is komoly érvágás, bár szerintem az ő hiánya nem most fog még majd megmutatkozni, hanem adott esetben mondjuk a téli átigazolási szezonban, vagy amikor majd adott esetben edzőt kell váltani. Annyira nem ismerem őket, hogy részletes dolgokat mondjak róluk, viszont sok távozójuk van, a góllövőik egy részét elvesztették, ezeket valahogyan pótolniuk kell, így pedig gondjaik lehetnek majd. Attól függ minden, hogy mennyire sikerül pótolni ezeket a hiányzó játékosokat. Érdekeset fogok mondani, én azt mondom egyébként, hogy a Paks lesz még ott lent, mert a Paks is kifutott egy jó szezont. És a Paks, akik évek óta így borotvaéren táncolnak, de mindig ki tudják magukat húzni a saját hajuknál fogva. A Mocsárból talán most nem sikerült, de egyértelműen nem tudom megmondani, hogy ki fog kiesni. Felsőházban várom a Paksot, akik tavaly, hát idézőjelben irreálisan jól szerepeltek. Idén azért visszaesést várok majd tőlük eredményességben. Korábbi években azt mondtuk volna róluk, hogy ők is bunkerfocit tolnak, de a tavalyi évben pedig ők voltak a meglepetés csapat, ez pedig nem más, mint a Paks. Úgyhogy én a Paksot várom hetedik helyre. A Paksot raktam a hetedik helyre, ahol azért voltak mozgások. Szerintem a Paksnál ez a támadó foci, amit Bognár Györgyel kialakítottak, az megfelelő lesz ahhoz, hogy továbbra is a felsőházban maradjanak. A Paks szerintem még kiesni nem fog, de én szerintem abszolút tavalyi szezon az egy túl teljesített szezon volt, én szerintem a Paks idén nem fogja jól szerepelni az NB1-ben. Paks most idén nem hiszem, hogy meg fogja tudni azt a fajta szintet ugrani, amit tavalyi éven meg tudott ugrani. De valahogy úgy érzem, hogy ez most ennyi volt, és előbb-utóbb nekik is veszni kell. Ennek ellenére nem hiszem, hogy gondjaik lennének a bennmaradást illetően.
stabil középcsapat lesznek, valahol ott a 7. és 5. hely környékére várom őket. A tavalyi évük alapján lehetnének előkelőbb helyen, de én azt gondolom, hogy a tavalyi egy kiugró év volt, és most már nem sikerül majd ugyanazt elérni, de biztos, hogy bennmaradók lesznek, és biztos, hogy nyugodtan fognak bennmaradni. Én nem tudom, nekem tavaly ez a Bognárféle támadó fotball nem volt rossz, nem éreztem rossznak ezt a Paksot, de én úgy érzem, hogy a bennyi volt. Szerintem ez a Paks az elfáradt, én nem hinném, hogy a Paks még egyszer ezt meg tudja majd ismételni ezt a teljesítményt. Majd meglátjuk, hogy ezekkel a fiatalokkal mire jutnak. Én azt hinném, vagy azt gondolnám, hogy megismételhetik azt a tavalyi játékot, amikor igazán voltak kifejezetten színvonalas meccseik is. Én úgy gondolom, hogy ez most talán azért rosszabb lesz, mint a tavalyi 4. hely. Egy olyan 5.-6. helyet várok tőlük. Szerintem ez idei szezonban ez több szempontból se fog megvalósulni. Szerintem sokkal inkább fognak ugye bár a védők utazni magára Hány Jánosra. 11. legyen a Paks. Pinyőhöz hasonlóan Bognár Gyuri is a mémelése ellenére eredményes tud lenni a csapataival, úgyhogy nem hiszem, hogy gondban lenne a Paks vele. Én azt gondolom, hogy a Paks idén abszolút a tavaly a 2. felében fog tanyázni. Tolják majd a saját kis fociukat. Szerintem ez a Paksi csapat most szerethető. Kérdés, hogy az marad-e a következő évben is? Az is elképzelhető, hogy nem feltétlenül kell egy minden körülmények között gólt vágó játékos vagy kettő, hanem egyszerűen a játékrendszerrel megoldható azt, hogy valaki mindig oda kerüljön, hát ezt majd meglátjuk. Idei évben hát ilyen 6.-7. helyre várom. És azt gondolom, hogy ez lesz a realitás, de majd ezt meglátjuk. Meglátjuk, hogy ki lesz az, aki ki fog szédülni az NB1-ből. A Mezőkövesd is jó eséllyel indul egyébként azért a címér, és a Kisvárda is. A 7. a Kövesd. A Mezőkövesdnél én azt látom, hogy amióta így a Kuttor Attilának megvolt ez a jó időszaka, és ő aztán leköszönt, én azóta egy lejtmenetet látok ennél a csapatnál. Az alsóházba várom a Mezőkövesdet, stabil középcsapat lesznek idén is, még akár a felsőházba is becsúszhatnak kis szerencsével. 8. helyre jöjjön a Mezőkövesd, akik hát szintén ilyen nagyon hullámzó dolgokban vannak, 2 éve számomra meglepetés csapat volt, aztán tavaly már kezdtek visszazuhanni, aztán megérkezett Pintér. A leginkább meglepetés faktornak én a 4. helyre a Mezőkövesdet várom, és a szó nem pozitív értelmében lesz kellemes meglepetés a Kövesd. És felsőházba várom a Mezőkövesdet is. Én úgy gondolom, hogy a Pintérféle antifutball az tökéletesen meg fogja tenni hatását, és én egy olyan 4. hely környékére várom őket. A Mezőkövesd az ugyanúgy nagy harcban lesz Pinyővel, de szerintem benn fognak maradni még az NB1-ben. Ez lehet, hogy csak ilyen szubjektív, hogy minthogyha a pénzügyi lelkesedés is egy kicsit alább hagyott volna. Tehát nagyon masszív védekezésből kiindulva fognak, ha nem is ellentámadásokat, de igazából pontokat gyűjtögetni, megszerezni. Bármennyire is divat szídni Pinyőt, NB1-es szinten jó edzőnek számít, az ő neve valahogy minden csapatnál garancia a jó szereplésre. Nem hinném, hogy betizni fog Mezőkövesdben. És szerintem Pintérrel tudják azt az utat folytatni, ami 2 évvel ezelőtt volt, de még nem ez lesz az ismételt kiugró év, úgyhogy őket a 8. helyre tenném. Aztán lehet kiszédülnek, de én azt hiszem, hogy én valahogy azt érzem, hogy ők nem fognak még kiesni az NB1-ből, de nem lesznek a tabella első felébe, azt szinte borítékolnám. És tavaly is elég nyögvenélős volt ez. Én szerintem idén egy kicsit még gyengébbre kell, hogy számítsanak sajnos a Kövesd szurkolói. Nem hiszem, hogy szemkápráztató lesz maga a Mezőkövesd játéka, viszont gyanítom, hogy annál inkább eredményes. A többi csapat pedig mint egy massza középen fog elhelyezkedni, néha helyet cserélnek egy-egy győzelemmel, egy-egy vereséggel, amit meg kell említenünk, hogy a Honvéd, Újpest, MTK, a 3 tradicionális csapat, szerintem továbbra sem tud beleszólni majd komolyan az első 3 hely egyikévesen. Szintén alsóházinak és kiesés ellen küzdő csapatnak várom én az MTK-t. Én úgy gondolom, hogy a fővárosiak mindenképpen gyengültek, főleg, hogyha arra gondolok, hogy elment Sőn. A 4. helyre várom az MTK-t az új edzővel. Elkezdtek ugye erősteni, ugye vannak távozók is, ugye a Sőn és a Varga egy két nagyobb név, de abszolút jól
szerintem jól igazolnak, és valamilyen szinten nevesebb játékosokat is igazolnak. Az MTK szintén egy olyan csapat, amit a közvélemény szeret túlértékelni, és biztos vagyok benne, hogy a szerkesztő társaim között is lesz olyan, aki előre várja majd őket, és sokat vár tőlük. Én semmi extra nem számítok, most is a 4.-7. hely környékére várom őket, bár lehet, hogy ez nekik tökéletesen megfelelne. Mert az MTK-nál viszont új edző van, ugye már a Giovanni Constantino személyében, aki egy fiatal olasz edző, ami picit meglepő, mert azt gondolom, hogy a Mihály Boris nem végzett rossz munkát, és ugyebár alapvetően volt is egyfajta paradigmaváltás az MTK-nál. Szerintem, aki a fönti régiót birizgálhatja, az talán az MTK megint. Inkább biztosabbnak érzem az MTK-nak a harmadik helyét. Most ugye ott azért nem tudom, én azt látom, hogy azért építgetik, erősödik a csapat, és szerintem most egy meglepetést fognak bemutatni, nekem van egy olyan érzésem. 5. helyre hoznám be az MTK-t, akik a feljutás után nagyon szép csapatot építettek, nagyon jó kis játékosaik vannak, az MTK-s focit nyújtják. Illetve szerintem óriási butaság volt Mihály Boriszt kivágni, és nem gondolnám, hogy az olasz vonal az bármikor is illett az MTK-hoz, főleg ez az MTK-hoz. Ugye nagyon kíváncsi vagyok, hogy most végül az MTK az 5. vagy a 6. lesz ilyen szempontból a Honvéd mellett. Ugye ebből abszolút lehet előrelépni, lehet fejlődni, ugye Rosszinak a segítője lett az új edző. Hát nem tudom, kihúzza a szezont, meglátjuk, szerintem kihúzhatja, végigtöltheti, de majd meglátjuk, hogy hogyan alakul és miként alakul. Az ő esetükben sem nagyon értettem az edzőváltást, nagy kérdés számomra, hogy a edzői pályán rutintalannak számító olasz szakember mire lesz képest. A keretük sokra hivatott, vannak tehetséges fiatalok és minőségi légiósok, meglátjuk, hogy összeáll-e majd a dolog. Olyan óriási nagy durranás az igazolások terén nem volt, de azért szerintem valamelyest minőségében jobb lesz ez a dolog. 4. az MTK. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a kiesés ellen fognak küzdeni. Hogyha szerencsétlenül jön ki nekik a lépés, még az is lehet, hogy kiesnek. Az MTK-nál szerintem egyértelmű lesz maga a Giovanni Constantino által lejátszani kívánt stílus, tehát akár olaszos, vagy akár modernebb olaszos játék, csak szerintem nagy könnyen nem fogja tudni átadni. Van jövőképük, és ez nagyon fontos, vannak nagyon jó kis tehetséges játékosaik, és nem kimagasló, amit csinálnak, de hatékony, eredményes, és nagyon-nagyon sok potenciál van bennük. Hogy az MTK nem lesz dobogós, mert én úgy érzem, én is meg vagyok az a kellő rutin, amivel odaérhetnek a dobogóra. Honvéd az örökké túlértékelt csapat, akiket ugye tavaly is nagyon előre vártunk, aztán épp hogy benn maradtak. Én nem zárom ki, hogy ezen kívül még az Újpest és a Honvéd lesz, aki fölfele fog menni. Én itt az 5. helyre várom a Kispestet. Most is azért egy jelentős átrendeződés volt a csapatban. Hát a Honvéd alapvetően szintén azt gondolom, hogy picit előrébb fog lépni, de pont a jelentősebb előrelépésüknek a gátlója, vagy gátló tényezője a Horváth Ferenc. 4. helyezett a Budapest Honvéd. Tavaly is igen előkelő helyre rangsoroltuk szerintem őket, ehhez képest a legnagyobb negatív csalódás volt a tavalyi évben a Honvéd szereplése. Következő az a Honvéd, én úgy gondolom, hogy a tavalyi szezon az egy mély pont volt Kispesten, bár gyengült a csapat, ugye gazdag elment Amerikába, Philadelphia Unionba, illetve Szendrei érkezett hozzánk a Videotonba, tehát azért két komoly játékos vezetett a Honvéd. Hát a keretüket tekintve most is inkább mondanám őket dobogóra esélyes csapatnak, de még úgy érzem, hogy most is vannak akadályozó tényezők, az egyik ilyen szerintem Horváth Ferenc. Most 6. a Honvéd. Ezek az igazolások tavaly valamiért az elköltött pénzek ellenére ez valamiért nem akart működni. Szerintem idén sokkal kiegyensúlyozottabb lesz a történet. És ez leginkább ez a pozitív előkép, ez annak volt köszönhető, hogy szerintem nagyon-nagyon erős keretük van. Magyar NB1-es szinthez képest abszolút erős keretük van, de hát egyik edző sem nagyon tudta kihozni belőlük azt, amit szerintem ki lehetne hozni belőlük. Hát most a legújabb, Horváth Ferivel, nem is tudom majd, hogy mit fog kihozni belőlük, de hogy biztos bennmaradóak lesznek, és biztos felsőháziak lesznek, arra nagy összegben mernék fogadni. Én azt gondolom, hogy azért a Honvéd
tudott jól igazolni, relatív igazoltak játékosokat, azt hiszem már most 5-nél tartanak, tehát egy abszolút megtisztulási folyamat indult el a kispesti csapatnál. Én szerintem a Honvéd az idén simán benn fog maradni, nem lesznek olyan problémái, mint tavaly. Én Horváth Ferencnél se látom azt a fajta tudatos játékkoncepciót, de ez valószínűleg abból is fakad, hogy mind a Waltner, mind a Horváth, tehát egy játékos típusú, vagy játékos párti edző, tehát ő igazából nem szabályozza agyon a játékosai taktikával. Ennek ellenére elsülhet jól is ez a szezon, főleg, hogy ismét hazai környezetben játszhatnak, de szerintem a dobogóra nem lesz sanszuk. Azt gondolom, hogy a tavalyi év azután, hogy bennmaradtak, egy pici megnyugvást jelenthetett nekik. Az, hogy most megvan az új edző, az szintén rendben van és segíti a munkát, az előkészületeket, úgyhogy én a Honvédtól sokat várok idén, akár a negyedik helyet is. De a dobogó is szerintem azért még nagy várakozás lenne. Egy abszolút középcsapatnak vélem a Kispestet, úgyhogy én szerintem a kispestiek az új aréna ellenére sem fognak kiesni, és én szerintem a hatodik hely környékén fognak végezni az idei bajnokság végén. A hatodik helyre az Újpestet raktam, ennek nagyon egyszerű az oka. Általában ez az a pozíció, ahol nagyjából szokta magát minden évben találni az Újpest. Ötödik az Újpest. Az Újpestet a felsőház tetejére várom majd, tőlük várom azt, hogy adott esetben akár a dobogós helyekért is harcban lesznek. Ugyanezt várom az Újpesttől is, tehát az ötödik-hatodik helyet. Hatodik helyre tegyük most az Újpestet, akik szintén össze-vissza játékra képesek, egyik pillanatban azt hiszed, hogy majd ki fognak esni, másik pillanatban meg már nemzetközi kupában játszanak, meg magyar kupát nyernek. Bár ott van még az Újpest csapata, aki szintén a jó öreg kukázós válogatási vagy szerződtetési módszert preferálják. Hát nézzük, az ötödik helyre én az Újpestet várom. Igazából azért várom az Újpestet ide, mert szerintem volt egy rossz csapat. Ehhez a pozícióhoz képest pedig a bajnokság során inkább hullámvölgyek, semmint csúcsok jellemzik egyébként a csapatot. Viszonylag csendes nyár volt ez nekik, nem sok mozgás volt a játékos keretben, ez szerintem most a számukra inkább előnyös lehet, nem vesztettek el kulcsjátékost. Én úgy gondolom, hogy Mihály Lönning a tökéletes választás ez az Újpesthez. Úgyhogy nagyon felemás együttes, és szerintem most... Hogyha végignézek azon, hogy milyennek a magyar csapatok, és mondjuk csak az NB1-es csapatokat nézem, akkor szerintem most az egyik legnehezebb talán újpesti szurkolónak lenni. Nagyon sokat fog számítani, mennyit fog belőlük kivenni ez a nemzetközi szereplés. Önigen nagyon összeállt ez a brigád. Jó futballt kezdtek el játszani. Én abszolút azt hiszem, hogy az Újpestnek van lehetősége mindenképpen benn maradni az NB1-ben, és kényelmesen bent maradni. Ezúttal az a nagy előny, hogy nem voltak jelentős mozgások a keretben, nem változott az edző, illetve ugye az edző személye, illetve a nemzetközi kupamérkőzésen én biztató játékot láttam. Önning ráadásul jól összerakta ezt a csapatot, mindenképpen jó szereplést várok az Újpesttől. Úgyhogy én mindenképpen sokat várok idén az Újpesttől. Valamilyen hatalmas kupa csapattá nőtték ki magukat, úgyhogy még az is lehet, hogy esetleg megvédik a magyar kupa címet, de ott is szerintem sokáig menetelnek, illetve mindenképpen várom tőlük a felsőházat. Akár még a dobogó is összejöhet, mert ahogy jelenleg láttak a kupa döntőbe, az nem volt olyan rossz, hogyha ezt a játékot átbírják menteni, akkor itt azért komoly keresnivalójuk is lehet akár a dobogóért menő harcban. Szerintem kompakt csapatuk van, képesek arra, hogy jó teljesítmény nyújtsanak folyamatosan. Ha ez nem így lesz és gyorsan elengedik ezt a nemzetközi kupát, akkor esetleg még akár a felsőház is meg lehet, mert a keret minősége az nem rossz. Ennél esetleg egy-két helyen lehetne följebb lépni, de ahhoz már kellenének a minőségi igazolások, amiket egyelőre nem látok, vagy nem olyan számban legalábbis semmiképpen, ami egy nagyobb előrelépést lehetővé tenne. A harmadik helyre várom az én csapatomat, a Videótont, úgyhogy a Vidi lesz idén a harmadik. Én gondolom, hogy a Videótonnál jelenleg egy teljesen megújulási folyamat kezdődött el és zajlik. Ide várom a Videótont, ahol rengeteg a probléma, és ahogy azt a legutóbbi élőadásban is kifejtettem, az az érzésem és a személyes vélemény,
Olyan, mintha a hatalom elengedte volna őket, és más csapatot szeretne felemelni a helyükre. Mert ugye itt a Vidinél vannak változások, ugye halljuk, látjuk, hogy rájöttek, hogy ez az út ez nem annyira jó. Hát harmadik helyre, még így a mai történtek fényében még mindig azt mondom, hogy a Videóton. És akkor a második helyre a Videóton tenném, ami annak ellenére teszek, hogy most az éveleje az nem igazán indul jó a számukra, nemzetközi kupát tekintve, és hát játékos igazolást tekintve. A Vidi nagy küzdelmek árán, de ismét meg fogja szerezni a harmadik helyet. Fehérvárt azért tettem a negyedik helyre, mert hogyha az én sejtésem szerint azzal együtt, hogy megérkezik Sallói úr a Kovács Zoltán helyére, azzal szerintem egyfajta rendcsinálás meg fog indulni. És szerintem a harmadik hely a realitás, amit idén ki kell tűznünk célnak, mint az ászlónkra, hogy harmadik hely. Videótont nagy nehezen tudom oda tenni a harmadik helyre, ahol most zavarosak a körülmények is, és soha nem jó egy szezon kezdés előtt. Ez szerintem az utóbbi évek igazolásain is meglátszik, hogy én érzésem szerint már alsó polcról válogatnak. Ez meglátszik az eredményeken is, és hát ugye a nemzetközi szereplés, ami elég rövidre sikerült, ismét személyi változást jelentett. Így az utolsó pillanatban a sportigazgatót cseréltek. Körülbelül, ha minden igaz, 6-8 játékos tesznek lapátra Fehérváron, ebből már 3 játékost meg is neveztek a mai nap. A tényfeltárás első lépése az volt, hogy hosszú lesz a kikecmergés, tehát én azt mondom, hogy nem... Tehát én őket várom a dobogóra, tehát gyakorlatilag a tavalyi dobogó ismétlődhet meg. Szerintem az őszi szezon folyamán le fognak egy kicsit maradni, tehát ilyen 6.-7. helyig. Ott egy konfliktusos időszak is következhet akár, de azért a játékos érték még mindig jónak tekinthető. Hogy rövid távon majd mennyire sikerül a felépülés a nemzetközi kupa kudarcból, mert szerintem kudarc lesz a vége, az fogja eldönteni a Videóton sorsát. Hogyha hamar felállnak ebből, és azt mondják, hogy nem baj, az NBA-ben aztán oda tesszük magunkat, olyan kerete van a Videótonnak, hogy simán a második helyre úgy oda kell érniük, hogy problémamentesen. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog tudni Szabics Imre, illetve az edzői stábja ebből majd kihozni. Mi, hogy ennél jó helyen tudnánk végezni, én abszolút tudnék neki örülni, és nagyon jó érzés lenne akár bajnoki címet nyerni, vagy milyen a második hely, én úgy érzem, hogy jelenleg a felcsút, és a Ferencváros is előttünk jár, mind játékos minőségben jelenleg, és tudásban is. A harmadik a Vidi. Hát Solec hosszú távon gatyába rászhatja ezt a csapatot, de ehhez biztos, hogy kell neki jó pár átigazolási szezon. Így aztán rövid távon nem hiszem, hogy lesz sanszuk itt a bajnoki címért való harcban, sőt, én úgy érzem, hogy nekik inkább a dobogó alsó fokán is majd visszafelé kell tekingetni, hogy legalább a harmadik hely meglegyen nekik. Ugye sok ember fog majd ott szerintem elmenni, érkezni, a vezetőségben is csere van. A harmadik helyre teszem őket, de nem lesz egyszerű nekik oda kerülni. Viszont majd szép lassan elkezdenek felfelé lépdelni, illetve Sallói érkezése sportigazgatói pozícióba ér annyit, hogy eleget fog erősödni a keret téren. A másik dolog pedig az, hogy ez egy nagy kérdés, hogy ez az edzői stáb, ez jól tud-e, hatékonyan tud-e működni, de én azt gondolnám, hogy egy támogató sportigazgatóval a hátuk mögött szerintem másképp fog ez szólni ez a zenekar, mint eddig. Hely. És én azt is gyanítom, hogy legalább egy meccsen meg fogják kaparintani a 3 pontot a Fradi orra elől, de ez nem lesz elég ahhoz, hogy a Ferencváros ne ünnepeljen a végén. Kíváncsi vagyok, szerintem a harmadik hely összejöhet, de nagyon komoly problémák vannak, hogy most ez mennyire jó, hogy ez a tisztító tűz végre elindul, Kovács Zoltán távozása után, azt szerintem majd a fehérvári szurkolók meg tudják mondani. Nekünk még kell tanulni, kell fejlődni, új edző van, úgyhogy én azt gondolom, hogy az edző egy 3 évet kért, úgyhogy az idei szezonban egy harmadik helyen meg tudnék elégedni, és akkor tényleg azt mondom, hogy akkor tényleg látszódhat az a munka, amit ő akar. Felcsút. Hát ők szép csendben így az ország második számú csapatává nőtték ki magukat az elmúlt években. Ezért most már tényleg mindennek a teteje az, ami itt zajlik, és a teljes magyar futball megcsúfolása. És második helyre várom a Felcsútot. Szerintem továbbra is egyben vannak, mint csapat. Hiába a Riga elleni 3-0-ás vereség.
A második helyre a felcsútot várom, ahol évek óta azt kell, hogy mondjam, hogy valamilyen szinten építik ezt a csapatot, és talán most már eljutott oda, hogy, hogy elég komoly játékerőt képviseljen. Persze ehhez nagyon sok pénzt használnak föl, nagyon sok régiós, de hát nem tudunk ezzel mit tenni. A második helyre én azt gondolom, hogy a felcsút oda fog tudni érni. Ennek több oka van, nem csak az, hogy ők anyagilag kiemelkednek a mezőnyből. A második helyre ebből kifolyólag a Puskás Akadémiát várom. Ott azért nagyon nagy jövés nem volt Hornyák Zsolt csapatánál igazából. És akkor a dobogó harmadik fokára ki más állhatna fel, mint a Puskás Akadémia. Szerintem most vissza fogja hódítani a második helyét majd a videóton a Puskás Akadémia elől. A konferencialigás blama ellenére sem érzem veszélyben a második helyüket, szerintem tök simán fognak ezüstérmes helyen végezni. Ők egy nagyon hullámzó csapat, tavaly a Pakstól is kaptak egy hatost. Ők sokszor csinálják azt, hogy vagy nagyon nyernek, vagy nagyon kikapnak. Még talán nem tartunk ott, hogy ez abba manifestálódjon, hogy még egy bajnokságot is megnyernek, mert akkor biztos, hogy neki megyek itt Dunának. A második helyre a felcsút, nem tudok mit hozzáfűzni. Tudnak jól játszani a nemzetközi kupákban, az első fordulóban kifejezetten jó teljesítményt nyújtottak, aztán a másodikban egyébként nem igazán tudom, hogy mi történhetett. Minden pénz lehetőség adott ahhoz a Puskás Akadémiának, hogy hozzon egy nagyon szép évet, hogy jöjjön, mint a tavalyi. A felcsút itt van, a felcsút ott lesz, de azért aznak nem örülök nagyon, hogy a nemzetközi kupákban is éget minket, tehát mindenki második helyre várom őket. De nagyon, nagyon nem cserélték le a keretet, ez valamennyire érthető, úgyhogy talán most fogja tudni igazából Hornyák is, meg a felcsút is megmutatni, hogy mennyit ér. Ráadásul ugye Hornyák évek óta nyugodtan építkezhet, minden évben minőségi légiósokat igazolnak, hát kár, hogy nem minőségi fiatalokat nevelnek ki helyette. De azt mondom, hogy most megint ők lesznek a másodikak. Ettől függetlenül szerintem a győzelemekből annyival több lesz, hogy megvédik úgymond ezt a második helyezést. Miután sok fiatal játékosuk van, ez a formaingadozás, ez jellemző lehet a bajnokság során is, így azért erre a második helyre nagyon nem esküdnék meg. Hát ennek ezen az oldalon mi nem annyira örülünk, vagy legalábbis én nem annyira örülök, továbbra sem szimpatikus a felcsúti csapat. A Ferencvárost várom bajnokként ebben a szezonban majd, és azt gondolom újra csont nélkül fog ez nekik sikerülni. És hát értelemszerűen a Fradit várom az első helyre, senkinek nincs esélye megfogni őket, még úgysem, hogy ezúttal is kettős terhelés vár majd rájuk az ősszel. Tehát a Fradi számomra gyakorlatilag elképzelhetetlen, hogy ne nyerje meg ezt az első osztályú bajnokságot. Első helyre pedig a Ferencvárost várom, egyértelműen a Ferencvárost kimagaslik az NB1-ből, mint játékos állomány minőségben, mélységben, mindenben. Tehát... És bajnoknak várom a Ferencvárost. Szerintem semmi nem fogja veszélyeztetni a bajnoki címüket. Egy űrrakéta a többi csapathoz képest a Ferencváros, olyan anyagi lehetőségei vannak, olyan játékos kerete van, amivel nem lehet versenyezni, úgyhogy ők elszágulnak itt az NB1 felhők fölé, mi pedig nézzük őket innen a földről. A bajnoki cím az meg lesz, azt gondolom, bár szerintem a felcsút lehet, hogy közelebb lesz, meg fogja egy picit őket szorongatni, de meg lesz, de minden esetre így nézve a nemzetközi mérkőzéseiket, hát vannak kérdőjelek a fejemben. Az első hely ebben az évben sem kérdéses. A Fradi a mutatott játék alapján, amit láttunk eddig tőle, illetve az igazolások terén felmutatott játékosokkal. Én azt gondolom, hogy talán még jobb, mint tavaly. Nem nagyon van olyan csapat az NB1-ben, akik fel tudják venni velük a versenyt, akár játékos keretben, akár a nagy lehetőségekben. Szerintem legalább 5 évre kibérelték maguknak az első helyet, teljesen más dimenzió, mint a többi csapat. A kérdés csak az, hogy megint, hogy hány forduló a vége előtt, meg hány pont előnnyel, meg ilyenek. Jelenleg a Fradi az egy más univerzum, azt kell mondani az NB1-ben. Stöger szerintem elég jó edző, nem fogja teljes mértékben pótolni Rebrovot, de ugye egy kupa csoportkör az már biztos számukra, úgyhogy egy kicsit azért ezt a kettős terhelést kíváncsi leszek, hogy oldja meg a Stöger féle a szakmai stáb. Majdnem, hogy azt mondom így július 28-án, évfélkor,
hogy előre is gratulálok a Ferencvárosnak a bajnoki címhez, ezt csak ők bukhatják el. Hogy egy Rebrov után most egy kicsit szabadabbra engedett játékosokkal mit fog tudni produkálni a Fradi. Nekem egyébként sokkal nézhetőbb a dolog. Az persze egy nagy kérdés, hogy eredményekben ez hogy fog megmutatkozni. És hát úgy látszik, hogy ezt az anyagi lehetőséget most az utóbbi időben már elég jól használják fel, jók az igazolásaiknak. Úgyhogy azt gondolom, hogy idén sem nagyon fogja megszólítani őket senki, és mi sem leszünk már az NB1-ben, hogy megverjük őket. Alsó hangon 10 pontot fognak verni a mezőnyre, ezt ugye a második helyezett Velcsúttal szemben mondom, hát a többi csapatra meg még akár 20 pont is ráverhetnek 20 pontot. Igazából el nem tudom képzelni, hogy ezt hogy lehetne kiegyenlíteni, így, hogy gyakorlatilag állami csecsen lóg itt a teljes magyar futball, eléggé egészségtelen módon. Azt érzem, hogy most ez nem lesz annyira rajtszélgyőzelem, sőt igazából kicsit dadogósnak látom per pillanat ezt a Fradi játékot. Hát szerintem most nagyjából egy olyan 10 ponttal lesznek bajnokok. Aztán reméljük, hogy egy idő után azért végre már nem lesz ennyire egypólusú az NB1, hanem lesz igazi csata is majd a bajnoki címért. Szerintem jövőre egy kiérezettebb versenyfutás lesz, de persze meglátjuk, hogy alakul. Az biztos, hogy nagyon szoros és izgalmas szezon elé nézünk, bár a bajnoki címért értelemszerűen nem lesz nagy harc, de szerintem nyitott a kérdés a dobogós helyeket tekintve, óriási harc várható a kiesés elkerüléséért, úgyhogy kiegyensúlyozott mezőny lesz. Nagy változás az addig nem lesz, amíg Magyarországon másmilyen nagy változás nem lesz, az pedig hát az a teljesen lehetetlen most még így rövid távon, tehát... Bízom benne, hogy a koronavírus miatt nem lesznek zárt kapus meccsek, bár nagyon félek tőle, hogy ősszel megint lesz majd valamiféle korlátozás. Meg hát nyilván lesznek idén nagyszerű ítéletek, hiszen ugye debütál a VAR rendszer, én szerintem 3-4 fordulónként biztos lesz, miről beszélünk majd a VAR miatt, úgyhogy már ezt is nagyon kíváncsi várom, hogy hogy fogják használni a magyar bírók a Video Assistant Referee technológiáját, ugye abszolút egy érdekes dolog lesz. És hát ugye megérkezik a VAR, amire már várunk évek óta, és ami szerintem ennek ellenére is ugyanúgy indulatokat fog szülni majd egy-egy vitás eset után, és nem hogy kevesebb, de még talán több olyan vitatott szituáció is lesz a mérkőzések után, mint ami eddig volt, úgyhogy a játékvezetést ezúttal is rengetegszer fogjuk szívni majd a szezon során. Idén is nézzétek a Semleges Térfél csatornáját, kövessetek minket, keressetek mindenhol, hajrá majd a foci, hajrá! Lesznek idén is minőségi tartalmaink, úgyhogy idén is kövessetek minket, mind a közösségi médián, mind pedig a YouTube-on. Minden hétvégén érkezünk majd az aktuális forduló kibeszélőkkel. És ne feledjétek, 4 óra az új 3 óra. És hát csak annyit tudok mondani itt a végén, hogy hajrá lábilabda, hajrá magyar foci. És mindenképpen írjátok le, hogy ti hogy látjátok, és nálatok mi a rangsor. Legyetek jók, szurkoljatok egy-egy csapatnak, a saját csapatotoknak, nézzük majd közösen az NB1-et, és reméljük, hogy színvonalas mérkőzéseket, sok gólt látunk majd, és hogy lesznek olyan dolgok, amiknek a saját csapatunk kapcsán tudunk majd örülni. Hajrá magyar foci, hajrá DVSC, sziasztok! Köszönöm a figyelmet, aztán remélem hamarosan találkozunk a képernyőn. Sziasztok! Hajrá Videóton! És hát ne felejtjétek, hogy a VTTV is nem sokára indul, úgyhogy ott is fogunk majd találkozni. Úgyhogy szevasztok, ciao ciao, hajrá magyar foci, hajrá Semleges Térfél, és persze, mint mindig, ahogy szoktam mondani, hajrá Videóton, ciao! Addig is sziasztok, és hajrá Loki! Reméljük, hogy tetszett ez a videó. Amennyiben igen, akkor nyomjatok egy lájkot, ha nem, akkor természetesen egy diszlájkot, illetve természetesen várjuk a kommentjeiteket, reakcióitokat, véleményeiteket a leírás után. Ezt követően, ha még esetleg nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és további jó pihenést kívánunk mindenkinek, és nem sokára indul az NB1, NB2, addig is, sziasztok!